Szép jó estét kívánok! Önök a Tea 349 című műsor következő adását látják. A ma esti műsorhoz is igen jó szórakozást kívánok, és szép jó estét! Jó estét kívánok, kedves nézőim! Ma esti vendégem rendhagyó vendég. Egy olyan kollégám, vendéglős kollégám az illető, akit én úgy emberileg, mint szakmailag is igen nagyra tartok, és nagyon érdekes ember. Hegedűs Belló, fogadják szeretettel. Szervusz Belló, hogy vagy? Szervusz, titeket, jó estét kívánok. Köszönöm szépen, túl a nehezén. Na, először is hadd gratuláljak, hadd használjam fel az alkalmat. 45 éves lettél. Milyen érzés, hogy élted ezt meg? Hát nehezen, biztos. Nagyon jó érzés, és azt hiszem, ha visszaemlékszem most a múlt heti születésnapi ünnepségre, akkor egy rendkívül boldogság, és előbb-utóbb biztos rendkívül energiával fog ismét föltölteni, és ott biztatást az elkövetkező X időre. Belló, így a műsor kezdetén, ahogy visszatekintesz a pályád kezdetére, hogy kezdted a szakmát? Hát azt hiszem, most nem akarok olyan kifejezést azon, hogy lerágott csont, de hát úgy kezdtem, mint minden által, mint egy karrier történet szokott kezdődni, nem tudtuk, hogy karrier lesz belőle, lehet negatív, lehet pozitív. Hát fönt is, lent is, tele bizakodással, és még a legvakmerőbb álmomban se gondoltam, hogy valamilyen szinten idáig fog eljutni, ahova jelen pillanatban eljutottam, vagy ahol tartok. De valami miatt mindig szerettem volna különleges lenni, vagy valami fantasztikus felszolgáló lenni, vagy éppen ha segédmunkás voltam, akkor segédmunkás. De mindig az vezérelt, hogy valahogy ne tűnjek el, vagy ne legyek egy szürke eminenciás ilyen kis szürke. Felszolgálóként kezdted? Igen, és nem is rossz helyen abban az időszakban, ugye a Venez cégnél. 69-ben a Tököl étteremben, ugye, ami maga nemében abban az időszakban, és az egy legenda volt, illetve egy nagyon közkedvelt hely. Ha nem beszélek a kettős mérkőzések, labdarúgó mérkőzések 100-es vagy 70-es közönségéről, de hát az egy etalon volt abban az időszakban szerintem. Mindig az volt a vágyad, hogy végsősorban önálló vendéglős legyél? Ez a kezdet-kezdetén már kialakult, vagy ez úgy hozta a sors? Ezt hiszem a sors hozta. Én nagyon jó pincér szerettem volna lenni, aki valamilyen szintén mindig minden nyüzsgött, sürgött, forgott, ügyeskedett. Az ezzel járó nyilvánvaló szakmai vagy baklövésekkel, vagy ugye hát ami a szakmában ugye akkor és mindig is divat volt. De hát ez a sok fönt-lent után alakult ki, meg hát a lehetőség, ami ahogy alakult az élet és a társadalom, van a levő lehetőségek, ugye, hogy gebines, hogyha gebines volt az embernek az álma, vagy maszek, ugye megint, akkor inkább jobb volt a gebines valamiatt, és aztán a 80-as évektől az a borzasztó nagy változás, amit itthon történt a szerzéses rendszerből kifolyó, bár én ezt külföldön éltem meg, de azért vágyottam, hogy abban éreztem egy olyan lehetőséget, hogy amit akkor már addig tanultam és tapasztalatot szereztem, hogy hát, ha megpróbálom, vagy sikerülne kamatoztatni is. Na, csak azért kérdezem, mert az utolsó mondatodban már említetted érintőlegesen, hogy külföldön más lehetőségek voltak? Tehát nyilván szakmailag más lehetőségek voltak külföldön, mint itthon. Mert ez egy varga betű volt, hogy kimentél és hazajöttél. Biztos előbb-utóbb ezt az egész időszakot is lehet, hogy lesz majd ember, aki érdekenek az egész valóságot föl fogom majd tudni fedni. Még egyre elég sok homály fedi bizonyos részleteket, de tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy az egész karakteremet és a gondolkodásmódomnak minden jóval rosszba összefonódva a külföld és München változtatta meg, és az ott eltöltött időszak, az ott lévő éttermekben, amilyen szinten és ahogy dolgozhattam, és amit ott tanultam, tulajdonképpen ezután később ötvöződve az itthoni
tapasztalatokkal adta meg azt a végső keretet és a végső elképzelésemet, ami elindult kis cipőben, amíg jól emlékszem, 86-ban a Siófok az Édenben. Tulajdonképpen ezek voltak a tanuló évek, 86-87, majd egy kényszerszünet, és 89 a két medvével, amivel ugye az első, azt hiszem, maradandó esemény. Én emlékszem egy régi beszélgetésünkre, amikor hazajöttél a Balatonról, és nagyon el voltál keseredve, mert a jó hiszeműségeddel visszaéltek, hadd ne ragozzuk a dolgokat, jól végződött végső soron a dolog, csak elég huzamos ideig tartott, és akkor említetted nekem volt először, hogy olasz étterem, olasz ételek, ez tulajdonképpen az, amit te itthon szeretnél meghonosítani. Igen, tulajdonképpen ez az álom, ahogy kezdetén kérdezted, hogy meg a célkitűzések, ez akkor eldöntődött, hogy valamilyen szinten mit szeretnék, amikor elindultam hazafelé. Tehát amikor eldöntöttem kint Münchenben, hogy hazajövök, és itthon megteremtődhetett annak a lehetősége, már csak gondolatban is, hogy ezt végre lehet majd valamikor hajtani, és én azt hiszem, hogy ezt talán szerintesen büszkén lehet mondanom, hogy 89-ben a két medve, szóval az olasz ételek, és ennek azt hiszem elég gyakran voltál élvezője is, és a tengeri dolgok, biztos, hogy dobogón lennék, aki az igazi ízeket, az igaz alapanyagokból, aki meghonosította és megszeretette, és hát terjesztette nyilvánvalóan Budapesten. Sajnos terjesztette, mert volt rá lehetőség, hogy kitanulták, de mit tudom én, mindig újabb és újabb feladatok felé kell levickélnem ahhoz, hogy az ember fönntartsa magát. Ugorjunk egy picit, Bello. Bennem mindig is motoszkált valami, mert veled kapcsolatosan egy kérdés, hogy honnan ez az a hihetetlen nagy emberek iránti szeretet, karitatív magatartás, a művészetek, a művészemberek pártolása. Ez hogy van? Szerintem alapi igazságokat mondok ki, vagy közhelyeket, akkor hogy borzasztó jó szeretni. Nem kevésbé jó lenne szeretetet kapni. Most engem világéletemben mindig ez a szeretet, ez a jó indulat, ez a tele bizalom és tele reménykedés és a segítő szándék vezérelt. Most nyilvánvaló, hogy ennek van az árnyas oldala is. Pontosan ezek tanítottak meg az évek folyamán, utóbbi évek folyamán arra, hogy hát amikor az ember jobban kinyílik és a művészet felé fordul, a művész egy borzasztó kifejező lélek. Az én művész, ez lehet, hogy énekes lehet balettáncos, lehet prózai művész, de lehet egy vendéglős is. Én azt hiszem, az én életem egy borzasztó nagy színház, maga örömeivel, a maga keserűségeivel nyilvánvalóan, de én mindig a szépre szeretnék emlékezni, és mindig azt szeretném, hogy az emberek szeretnék egymást, amit tudom, hogy lehetetlen, sőt, egyre inkább lehetetlen lesz, de én még abban a korban élek, még mindig sajnos, és bocsánat, hogyha ilyen kicsit még nem lett be a fejem lágya, amiben mi felnőttünk, és amikor, úgy ahogy mondod, amikor betértem a balettcipőbe, és úgy fogadtak több év után, vagy úgy fogadtál, mint ha tegnap mentem volna, vagy tegnap találkoztunk volna. Én egy kis irigykedéssel is tekintem a te vendéglős, illetve vendéglátós karrieredet. Bennem ez nosztalgia, mert mindig azon gondolkodom, hogy na, mikor lesz az, hogy a Bello meg kicsit visszafékez, vagy már nem lesz ötlete. És rá kell, hogy döbbenjek, hogy ötletekből kifogyhatatlan vagy. Az üzleteid, az üzletkaraktereid is, és nem beszélve arról, apropó a sport. Ma már nincs olyan sportoló ebben az országban, aki legalább olyan szeretettel ne említeni a Bello nevét, mint művész. A sporttal hogy állsz? Hát először akkor borzasztó jó első érzés volt megismerni, vagy mindig megismerni egy sportolót. Akkor megint hasonlíthatom egy sportoló is ahhoz, hogy eljusson valameddig, vagy valahová, rendkívül módon, sok lemondásra, küzdelemre, és ami hozzátartozik, ez lehet, mondjuk, ha nem a labdarúgásra beszélek, hanem küzdő sportokról, vagy egyéni sportokról, rendkívül módon más életmódot igényem, akár csak művészen.
De most nekem azért valahogy mind a kettőt, plusz még, hogyha még majd kiderül, hogy milyen kérdéseket tesz, hogy lehet, hogy több szerepet kell magamba venni és magamba játszani, illetve magamba legyűrni, mert emögött, amit te mondtál, hogy irítség, én nagyon szívesen cserélnék azok az emberek, akik egészségtelenül irigyek rám, hogy érjek át a hétköznapjaimat és azokat az éveket. Nyilván, hogy mondtad, hogy soha nem fogyok ki, hát tulajdonképpen egy idő után még így ment magamtól az ötletek, úgy adtam. Aztán amikor úgy kezdtek, hogy ne legyek rossz indulatú, másolni engem, akkor ki kellett mindig találni újabbat. Hát szóval ez visz előre még mindig, mert ahogy mondtad, hogy mikor lesz már vége, vagy mikor hagyom abba, erre nagyon sokan várnak. Hát és ilyenkor kapom meg az utolsó lökést, hogy azért se. És akkor mindig kitalálok még valami újat. Én ezt nem így értettem, hogy az ötletekkel kapcsolatosan... De ez a valóság, lehet, hogy nem érted, de ez a valóság. Bennem ez, én belőlem ez hiányzik, ezt tudnod kell. Van kedvenc ételed, Veló? Most mondhatnék egész egyszerű dolgokat, de nyilván az olasz konyhát kedvelem, de ha őszintén lehet, hogy szeretem a tojásos galuskát, és egyetlen, hogyha otthon tudok és nyugodtan el tudom költeni és el tudom fogyasztani egy felsőhártával is közben, ha nem közben egészségtelen módon újságot olvashatok, vagy éppen beszélgetni párom Erikával, akkor nagyon boldog vagyok. Van ilyen? Hogy otthon, nyugodt körülmények között? Van, és még több lesz, és azt hiszem ez fog még több erőt adni az újabb ötletekhez, vagy ha nem ötletekhez, akkor a szinten tartáshoz. De ez erre rendkívül módon szükség van. Bello, az utolsó szüleményed az a Fontana étterem, ugye? Igen. Mint étterem. A többi vállalkozásodról azt hiszem felesleges beszél, mert önmagáért beszél mindegyik. De én azt hiszem, hogy ez az az üzlet, amelyik a legmostább körülmények között lett az, ami. Igen, itt már minden érződött, itt már az, hogy szokatlan Magyarországon egy áruháznak a harmadik emeletén éttermet. Ami kint külföldön olyan természetes egyszerűsége, hogyha mi felmentünk a Hertébe vásárlás közben, és állnunk el 15 percet a szatyokkal, amíg le tudtunk ölni, itt szokatlan. Nehezen mennek fel az emberek, biztos, hogy előbb-utóbb meg kell teremteni valamilyen módon, hogy följöhessenek a kényelmet. Itt megint egy biztos, hogy ötlet majd előbb-utóbb meg fog születni bennem. És hát ennek két év kellett, amíg egy kicsit az emberek a belváros szívében megbarátkoztak, vagy egyáltalán tudomásul vették, hogy ez van. Ma már azért nagyon közkedvelt hely a sajtófogadásoknak, születésnapoknak, rendezvényeknek, és én azt mondom, hogy ez egy kicsit más. Szóval nem lehet modern is, és nem, de hát borzasztó szép terasz van nyáron, de rengeteg jöttek fel még idén, és hát nem is tudták, hogy van terasz. Szóval ebben még van lehetőség. Bízom, hogy ki tudom aknázni. Én azt tudom, hogy ha a sajtótájékoztatóidat emlegetted, egy Bello sajtótájékoztató, vagy egy Bello állófogadás, legyen az bárhol, az egy etalon. Az mindenhol ugyanolyan. Mindenhol ugyanolyan. És ugyanaz a minőség. Na most azt hiszem, nekem nem kell mondani, de a kedves nézőnek nyilván, hogy más, amikor valami helyben van, és más, amit vinni kell. Hogy tudod ezt átlátni, összefogni? Sehogy, már sehogy, de még megpróbálom, még visz az akaraterő és az a lendület, ami, akik megkérnek azoktól egy megtiszteltetés, és ahogy te mondtad, és ez tényleg nagyon jól esik, és sajnos tényleg így van, hogy még hál' Istennek nagyon sokan a több év tapasztalatokra hivatkozva, nagyon sokan ragaszkodnak hozzám, és akkor is Bello, hogyha beleszakadnék, akkor se akarnám, de megcsinálom, mert rendkívül módon jól esik. Ez lehet egy Zalatnai koncertől kezdve egy most következő Zoránék, vagy a emlékezetes 5 piramis koncert a BS-ben, ahol nem, hagyd nem mondjam meg, hogy hány ezer ember volt 5 napon keresztül a piramis csapatnak a vendégei a koncert után. Szóval ezek azok valahol borzasztó nagy munka. Szóval mind rám, mind a dolgozókra rendkívüli teher és feszültség nehezedik. Hát ők nehezebben bírják, mint én. Talán ez az egyetlen egy nehézség, vagy ez az egyetlen akadálya, hogy amíg az emberek dolgozok, és úgy, hogy magukévá teszik azt, hogy igenis, egy ilyen társaságnak, amiről teljesen mizet, egy borzasztó jól eső érzés ilyen embereket kiszolgálni, művészeket, sportolókat, zenészeket, világhírességeket,
amíg ők ezt nem látják át, hogy ez egy plusz, hogy én erre, tudom, 40 évig küzdöttem, hogy ilyen emberek között így forgóthassak, vagy örömet szerezhessek, és nem élvezik, addig nagyon nehéz lesz. De tartjuk magunkat. Belló, így a beszélgetésünk végén én azt kívánom a 45 éves Hegedűs Bellónak, hogy még legalább 30 évig maradj közöttünk. Így, ilyen egészségben, ilyen kondícióban, és ekkora szívvel. Köszönöm a beszélgetést. Nagyon szépen köszönöm, Péter. Köszönöm.